Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb GTA-s videóban. Ez már egy általam várva várt tuning videó, ugyanis végre valahára feltuningoljuk ezt a korábban kiérdemelt Virtue nevezetű elektromos szuperautót. Ugyebár ezt a kocsit most már egyébként, hogyha jól tudom, meg lehet ezt venni, igen, 2,2 millió dollárért, de még ezelőtt csak úgy lehetett ezt a kocsit megszerezni, hogyha a Drag Wars-nak a dózis küldetéseit végig visszük. Ki esetleg még nem látta azokat a videókat, ezt itt meg tudja majd nézni a jobb felső sarokban. Ki végigvitte azokat a küldetéseket, az megkapta ezt a kocsit még azelőtt, mielőtt behozták volna az áruházba. Szóval értitek, na. Úgyhogy, ja, úgyhogy most itt vagyunk. Elérkezett az idő, hogy ezt a szépséget föltuningoljuk. Igen, láthatjátok, hogy fekete ugyanis nem feltétlen tetszett nekem az a matricázás, ami ezen volt. Meg volt még egy csomó változás egyébként, de az nem ide tartozik. Szóval jó, itt vagyunk. Szép kis gyönyörűséges fekete. Amúgy szerintem baromi jól néz ki ez az autó így, hogy így teljesen fekete, jó, igen, ott még másik autók vannak. És hát igen, mivel ugye ez egy imonitekes autó, úgyhogy látjátok, majd mindjárt elérünk odaig, először egy ilyen... Hogy hívják ott? Aria, ez az pontosan micsoda amúgy? Canards. Ó, ott hátul. Ja, ilyen kis bajuszkák. Hát... Bár mondjuk mindig úgy szoktam kezdeni, hogy először a színre megyek rá. Ugye azt nézem meg, hogy a első... Ah, igen, van másodlagos szín is. Ez például mit színez? Az egész kocsit, milyen meglepő. De akkor erre rakok egy ilyen anthracite blacket, ugye ezek az én színeim. Jó kis szürke. Secondary pedig a tetőt színezi. Jaj, de tökéletes. Akkor erre már is rárakik a jó kis cruise szint, tudjátok, a jó kis lime zöldet, ami ugye szép szememnek nincs párja. Csak azt a kis alsó lécet színezi be? Én azt hittem, hogy ezt is beszínezi. Hát akkor így viszont, hogy a plastikot rakom rá, vagy ezt? Jó, ezt rakjuk rá, ezt a jó kis primary fin racinget. Jó, szóval, armor egy jó kis 100%-os, azért ne törjön szana szét, hogyha arról van szó. Itt van armor plating 150 ezerért, plusz paneleket rakhatunk oda. Ez pontosan azért lesz jó, mert hogyha rálőnk egy rakétát, akkor nem robban fel ebből. Tehát egy RPG-t ugye kibír, és csak a másodikra fog felrobbanni. Ne kérdezzétek miért, de rakok rá egy ilyet. Értitek, a pénznek fogynia kell. Egy jóféle kis fék, egy jó kis bumper. Ebből valami secondary, feltétlen módon. Igen. Tehát egy mindenféleképpen egy másodlagos színűet kell rárakjak. Csak melyik lesz az igazi? Ez nem rossz. Itt egy jó ég. Nem, ez már nagyon sok. Egy komplett evőtálcát nem akarnak rárakni, tudjátok, mint a lifehackeknél volt olyan, hogy a fejedre rakhattál egy ilyen tálca-szerűséget, tehát gyakorlatilag egy WC ülőkét, és úgy ott van a izé, amit ugye beleakasztasz a nyakadba, a fejedbe, és akkor itt van elől a tálca. Na, ez most nagyon, nagyon értelmes volt, de mindegy, ezt nem rakom rá, ezt a evőtálcát. Maximum én egy ilyet raknék rá. Egyébként meg ez eddig a nyerő. Vagy ez. De ez is túl sok, az a baj. Meg ez is. Jó, hát akkor ez kerül rá. Tehát hogy jól néz ki, mert akkor itt is van zöld, meg ott is van zöld, meg valahol majd itt is lesz. Meg hogy remélem ide is tudok majd valamit rakni ide a... azokat a vonalakat, remélem azokat is majd be tudom színezni. Oké. Rear bumper. Ó, ez az! Ezt akartam várni. Be lehet azokat színezni. Ez is borzasztóan sok.
Hát egyértelműen, hogy azt fogom rárakni. Az, hogy zöld színűek azok a csíkok, olyan baromi jót ad neki. Egy kis tuningot. Mert az, hogy milyen gyorsulása volt így alapon, így most még durvább lesz. Majd igyekszem majd, hogy ezt versenyben is kipróbálni. Nem tudom még, hogy ez lesz a legjobb új szuperautó, de remélem, hogy ez így lesz. Nem próbáltam még ki versenyben, azt meg hozzáteszem. Splitter. Ja igen, amiatt oda előre kerül. Van ilyen két kicsi. Egy nagy. Rakok rá egy ilyen komolyat. Oké. Okay. Tudát. Hát mindig az Ernhor közül szoktam választani. Rakom rá a legmagasabbat. Hogy miért? Azt nem tudom. Csak tetszik. Ja, igen, remote control. Tehát, hogy milyen legyen. Távirányítós. Vagy pedig Missile Lock-on Jammer. Vagyik egy oppressor például nem fogja tudni bemérni. Főleg, hogy a sok oppressoros griefer bekaphatja. Azért berakom a remote controlt, mert azért jó drága. Na mindegy, akkor menjünk tovább. Headlight. Jó, erre majd elmegyünk a Kármitre. Majd ott beszínezzük. Igen, egy jó kis alsó festés, természetesen a crew színű. Jó drága, de megéri. Egy livery. Na, érdekes dolog. Fehér csík. Van ebből van sárga. Van még egy ilyen csík, csak ez egy nagy vastag fekete van a középen. Ugyanez sárgában. Diagonál. Ez befesti a hátsó részt. Teljesen feketére. Jó, eddig ez a nyerő valamiért. Van ilyen sárga. Nem. Esztencia Racing. Aha. Hát én aztán nagyon brit autót akarok én itten csinálni, de nem azt szeretném. Camo. Ez borzasztó, nem kérem. És itt van megint a Friedmind terapeutikus matricázás, amit ugye ráraktam. Vagyis pontosabban nem én raktam rá, hanem az volt rárakva, de aztán leszettem, mert nem tetszett, szóval úgy néz ki akkor, hogy ezt rakom rá. Most mondhatok bármit, de az, hogy így olyan, mint hogyha le lenne vágva egy rész róla, és akkor ott semmi nincs, csak fekete. Ez valamilyen nagyon tetszik. Na szóval, tovább a tükrök. Egyértelműen kérem a zöld színűt. Ne, adok a proxy. Egy jó kis csúszkálós aknát. Mindig jól jön. Igen, szín az már megvolt. Ez valószínűleg fekete lesz. Jó, ez lesz fekete. Rakom rá a crew emblémát. De ezt nem rakom rá, mert azok a panelek nagyon elrontják, tehát gyűrött lesz tőle, vagy nem tudom.
agresszív spoiler. Felfüggesztés, mehet rá egy sport, mert hát gondolom majd egyszer versenyzésre fogom használni. Azt a mindenit, de jól néz ki, úristen! Egyre jobb kezd lenni ez a Verda. A kerék. Ez egy órába fog telni, még kiválasztom. Na, tudjátok mit? A Superlux nyert. Hát nagyon jó a színe. Hát, hogyha... mehet a Lime Zöld, de innen messziről látom, hogy ez egy romlottabb színű, mint ez. Ha erre is lehetne a saját zöld színemet rakni, mint a réceknél, a második színnél, a fénynél is, akkor az tök jó lenne, de... mondjuk fekete jól nézett ki. Jó lesz az feketén. És akkor minden megvan, ja nem még üveg. Rakom rá a legdurvábbat. És akkor teljesen kész van ez a vadállat. Én azt mondom, hogy guruljunk ki vele. Nem, a copyrightot nem kérem, köszönöm. Hoppa, hoppa, jaj, te vadállat. Na szóval... na, hogy állunk? Fegyvert nem tudok elrakni, nagyon jó, na mindegy. Szóval ennyi a lényeg, hogy akkor menjünk rá az autópályára, és mondjuk... nézzük meg, hogy hogyan gyorsul. Dobjuk oda a kicsikét. Hát gyorsulni jól gyorsul. És ha jól láttam, ugye a turbót azt nem lehetett berakni, ugye... az elektromos autókban alapból vannak turbók. Jó, hát mondjuk a gyorsulásra egy rossz szóval nem lehet. Kezelhetőség... hát azért még mindig nem olyan, mint egy Krieger, ugye nem összkerekes ez az autó, hanem hátsó. Ugye, hogyha mondjuk ilyen élesen akarok, ugye akkor azért látjátok, hogy ki akar csúszni. A Kriegernél ez jelen esetben ugye nem lehetséges, mondjuk ugye összkerekes. Ezért jól tud tapadni. Szóval... de azért nem rossz. Nem rossz, és mondjuk egy fék milyen. Az sem rossz. Mondjuk ez az autó, ez egészen jól teljesít. Bár mondjuk arra lesz a kíváncsi, hogy versenyben hogyan fogok tudni teljesíteni. Egyáltalán, hogyha sikerül az, hogy találjak versenyt. Itt az lesz a gáz, hogyha be kell menjek egy full publikba, hogy találjak bármilyen versenyt egyáltalán. De hogyha... ha lehetséges, akkor már mondjuk itt találhatnék valami jó kis. Remélem nem kell bemenjek egy public sessionbe, de úgy néz ki, hogy talált. Na végre sikerült belépjek a versenybe, csak 2,5 óra kellett hozzá. Tehát akkor látjátok, itt van a jó kis custom virtue. Nézzük meg, hogy hogyan teljesít ez a vadállat. Úgyhogy... nagyon rég versenyeztem már ilyen stunt pályákon. Azért majd kifejezetten érdekes lesz majd az egész. Azért... látom itt mások is nyilván jönnek. Aha. Előttem már egy Krieger, meg itt tőlem balra. Ez már most rosszul kezdődött, mint a legtöbb stunt verseny általában. Hűha. Hát a szuper kategóriában eddig amúgy még mindig a Krieger a nyerő. Ezt aláírom. Komolyan nem értem ezeket, hogy nem lehet normálisan... elképesztő. Most már értem, hogy miért hagytam én akkoriban abba a stunt versenyeket. Pontosan ezért. Az, hogy egy ilyen tiszta, nem ütközésmentes verseny, nem olyan, sose lesz a játékban.
Hát igen. Ez a csávó gyakorlatilag lehagy engem a Kriegerrel. Mit szerintem ez pontosan... Gratulálok neked. Elérted a célodat? Szerintem nem. De hát... Jól gyorsul ez a Virtua meg minden, de... Ez is pontosan egy olyan autó, amit nem veri le a Krieger. Tehát az, hogy összkerekes, meg hogy... Egyszerűen az is hihetetlenül jól gyorsul. Egyszerűen nem fogja tudni leverni a Kriegert semmi sem. És ez igen, körökre van osztva. Két körös ez az egész. De lehet, hogy itt jönnek mögöttem, Emerussza meg mindennel, de persze, hogy nem tud lefékezni, vagy mellém jönni, vagy valami. Egyszerűen muszáj belém jönnie. Mindegy. Itt jön mögöttem, de légy szíves, kerülj ki. Helyes. Ha már úgyis gyorsabb vagy, mint én, akkor legalább kerülj ki engem. Tanuld meg azt, hogy szlalomozzad ki, aki előtted van. És nem arra szlalomra gondoltam, hogy ma ez előbb volt. Ne. Eddig mindig azt hiszi mindenki az új... Gratulálok. Szóval, hogy eddig mindig mindenki azt hiszi az új kocsikról, hogy tök gyors meg minden, miután feltuningolta, aztán miután megy versenybe és Kriegerek mennek ellene, kiderül, hogy amúgy borzasztóan lassú. De a jó oldalát nézzük ennek az autónak, környezetbarát, ugyanis elektromos. Nem jön ki semmilyen bűz, gáz, benzin, atya úristen ki belőle, legalább ez a pozitívú benne, hogy elektromos. Látom, elől jól elhúztak a többiek. 12 másodpercre van az első hely, és most kaptam el a negyedik helyezetet. Aki egyébként el is rontott, a köztük én is. Mert itt én voltam a béna, mert nem voltam okos, és nem kerültem ki. Ha mondjuk villogott, szóval át akartam rajta menni. De már késő volt. Igen. Ötödik vagyok, hatodik, ötödik. Jó, visszakerültem az ötödikre legalább. És csávó itt jön mögöttem. Ez a nem tudom micsoda, de hagyja abba a lögdösülést. Vagy az elektromos autókban nincsen valami váltó, mondjuk azt valamit láttam, hogy én nem raktam bele. Nem lehetett belerakni új váltókat. Vagy nem tudom. Egyszerűen olyan, mintha nem vált feljebb, és csak van egy fokozat. És semmivel nem több. Ott megy a srác a Kriegerrel. Verhetetlen a Krieger, még nem tudom mikor jött az autó ki. Melyik DLC-ben. Jó, az tök mindegy, azóta hiába jönnek ki autók, verhetetlen a mai napig. Szóval, ha bárki versenyezni szeretne ilyen stunt pályákon, szuperautó kategóriában, akkor mindenképpen egy Kriegert vegyen, mert az tényleg az a legjobb autó ebben a kategóriában. Ne ezt a Virtuét vegyetek, de hogyha annyira szeretnétek és tetszik nektek, ahogyan kinéz, akkor inkább a küldetéseket csináljátok végig. Mondjuk persze azelőtt mindenfélét kell megvenni, hogy a savgyáros kamiont, meg mindent. De megéri, mert ingyen megkaphatjátok ezt az autót cserébe. Jó, második kör végére érünk most már. Ez tök jó. Csodálatos hetedik helyezésen fogom végezni. De persze, hogyha nem rontok és nem csúszok ki. És beérek a csávó előtt, aki egyébként igen blokkolni akart, jól láttátok. Az ilyen embereket amúgy borzasztóan utálom. Ja, beértem, hatodik helyezet. Jó, hatodik helyzetre értünk, még mindig jobb, mint hogyha utolsóként értem be.
De srácok, akkor meg szeretném köszönni a figyelmet, igazából ez a tuningolós videó ennyi lett volna. Ja, tényleg csak ki akartam próbálni, hogy milyen így free módban meg versenyben. Free módban egyébként oké is tud lenni, főleg hogyha akkor azokat, amiket ugye ráraktam, tudjuk majd használni, hogy ezek a panelek, ezek a aknák, meg a gem, vagy az a távirányítós része a dolognak, akkor free módban fán tud lenni, de versenyre nem annyira ott oda nem való sajnos szegény. De mindegy, hát akkor srácok, ez a tuningolós videó akkor ennyi. Mondjátok el a véleményeteket a kocsiról, szerintetek tényleg jó-e? Ha van valaki köztetek, aki jól tudja használni, akkor tényleg akár jó tud lenni a versenyekhez is. De ahogy mondtam, a Krieger a legjobb versenyre, ha esetleg úgy akartok játszani online. Ennyi volt, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy ha nem, akkor dislike, akkor meg szeretném köszönni a figyelmet. Én Hendrix voltam, ez pedig ez a jó kis Virtue autó, és akkor legyetek jók addig is, sziasztok!